említetted, hogy ez a kamatcsökkentési ciklus, ez nagyon sokszor át szokott menni egy kamatemelés, már csak ugye a ciklikus jellegből fakadóan is, a dolgok jellegből fakadóan. Valóban ez talán ilyen magasságokig is elmehet, akár már jövő év végén, tehát amikor lecseng a választás, és amikor ugye elkezdi a 4 éves ciklust a kormány, és akkor azt mondja, hogy igen, de most már nem választási kampány van, hanem most már neki kell kezdenünk valami másfajta gazdaságpolitikát, akkor valóban ennyire kvázi nagy szigorítás következetben érő idő alatt. Ilyenre nem számítunk. Abból indulunk ki, hogy a mondandómban azt mondtam, hogy az inflációs célkövetés feladat egy kicsit háttér szorul, de rögtön ki is egészítettem azzal, hogy hát azért, mert hogy egyébként az inflációt alul lövi a jegybank idén, és mi arra számítunk, hogy jövőre is alacsony marad, átlagosan 2%-os inflációra számítunk, és 2015-ben gondoljuk azt, hogy 3%-os lesz átlagosan az infláció, tehát akkor teljesül az inflációs cél. Ez ugye a 14-ben a monetáris politika döntéshozói a kamatpályán gondolkodnak, akkor elgondolkodnak azon, hogy milyen az inflációs pálya. A miénktől nem nagyon különbözik a Nemzeti Banknak az inflációs előrejelzése, tehát én azt gondolom, hogy a 2015-ös inflációs kilátások még nem feltétlenül teszik szükségessé a kamatemelést. Másfelől pedig valóban jön egy fordulat, arra számítunk, hogy jön egy monetáris politikai fordulat, de úgy tűnik, mert ugye a fejlett országokban, a EKB részéről, a Fed részéről, de mint Ádám mindenféleket elmondta, ez a fordulat, ez csúszik. A monetáris szigorítás az csúszik, előbb-utóbb be fog következni, de egyelőre úgy tűnik, hogy 2014 második felében már gondolkodnak a piacon azon, hogy akkor beépülnek a kamatemelési spekulációk, várakozások, sőt nagyon valószínű, hogy itt a régiónkban kivédendő a negatív tőke és pénzpiaci következményeket, már elkezdődik egy kamatemelés. Én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben Magyarország lassú lesz, a magyar monetáris politika lassan követi ezt a régiós fordulatot, és számítunk kamatemelésre, de csak 2015-ben, és akkor sem ilyen mértékű, nem még. Köszönöm.